Mutasd meg, mekkora Csabusa rajongó vagy, kattints a leírásban lévő linkre és szavazz! Sziasztok, egy rég beígért videót fogok most bepótolni. Olyan 7 hónappal ezelőtt csináltam két videót, hogy hogyan lehet páncélállványokkal díszíteni, és akkor azt találtam ki, hogy küldjetek be ötleteket, és akkor azt majd bemutatom egy videóban. Nos, hát akkor hirtelen nem gyűlt össze valami sok, úgyhogy így hagytam a dolgot, aztán egy bizonyos idő után csak összegyűlt egy vállalható mennyiség, viszont addigra én lettem lusta, úgyhogy ez így mindig tolódott, és akkor most végre erőt vettem magamon, és megcsinálom ezt a videót. Egyébként olyan 23 levél gyűlt össze, de egyébként nincs jelentősége, valamelyikben több is van, de ha mindegyikben egy lenne, már az is már egy mennyiség. Na, aki nem látta az első meg a második rész, két videót raktam fel, az első az inkább tutoriálusabb, a másodikban meg inkább csak ötletek vannak. Az első részt a kókuszdióra kattintva nézhetitek meg, a másodikat pedig a fatörzsre. De mindegy, úgyis ott van a leírásban link, szóval nem fog itt állni. Na, akkor nézzük meg kinek az ötletét. Egy pillanat, ezt... Közben kiesett a fejemből. Igen, nem miért nevet, nem baj, akkor Norbi. Nem most találtam ki, egy e-mail cím alapján mondom, tehát Norbi ötletét. Kezdjük itt. Kraftasztalon. Tök jó, mert tényleg úgy beforgattam, mint hogy egymáson lenne a kettő. Nagyon életszerű, nagyon látványos. Itt meg almost endekkel együtt, igen. Jó, akkor tulajdonképpen ez egy ötlet. Még mindig rá lehet kattintani. A következőt Zaza küldte, és azt írta, hogy külső nézetben nézzük, mert ez egy hátizsák. Látványos, nagyon, nagyon állat. Kár, hogy így menet közben kicsit le tudom hagyni. Azt nem írt róla útmutatót, hogy ezt ki lehet nyitni, akkor gondolom nem lehet. Még az lenne poén, de egyébként így is látványos. Megyünk kirándulni. Gyere, gyere, táska! Olyan, mint valami ázi állat. Gyere! Ezt az alkotást Ender Dark Gameplay küldte. Hát, és meg nem mondom, hogy mit ábrázol. Azt tudom elképzelni, hogy itt van egy harcos, ez a páncél, és jött valami mágus, és kitépte a csontjait, az meg itt van, és így összetörte. Vagy akkor előbb összetörte így őt, és aztán kitépte a csontjait. Tehát így ezt tudom elképzelni. A következőt Assassin Mester küldte. Most hol kezdjem? Hát mondjuk itt ez van legközelebb. Akasztófa. Ott van egy zomba, akinek kiáll valami a fejéből. Szegény. Itt is egy kardba. Itt a fejbe szúrt kar, fegyveres zombi. Fegyveres halott zombi, na. Ez egy sima jobbkikkel kicserélhető. Mint valami erekje. Tök jó. Mi ez? Nyíl. Dárc. Jó. Karó. Ja, hogy tényleg benne van, de rossz. Messzire csak olyannak tűnt, hogy így rajta van a kerítésen a fej. Jó, azért lehetett volna másnak a feje. Valaki más, van egy ötletem. De majd úgyis megírjátok. Ó, milyen jó ötlet. Írjátok meg a hozzászólásokba, kinek a fejét akarjátok itt látni. Aztán elcseszett képkeret. Hát igen, mondhatjuk, mondjuk földrengés volt, vagy nem tudom, mitől megy itt tönkre. Aztán könyves polc. Látványos. És egy fegyverárus. Tök jó, nagyon látványosak. De hát most almoztam, de nem látványosat csinálni. A következőt Endervider 1 készítette. Körbenézek gyorsan.
Csak ez van itt, úgy látom. Hát, és épp legyegőzök valakit. Áldozat. Itt is meg lehet írni, hogy ki legyen az áldozat. Ezt nézem, ott miért vannak lyukak, de nem díszítés. Na, innentől kezdve viszont már csak képek vannak, úgyhogy most azok jönnek. Nem tudom, lehet, hogy eredetileg azt kértem, azért van belőle ennyi, tök mindegy, azokon is végig megyünk. Ha esetleg valaki számolná, nem 23 ember lesz, igen, ugyanis van, aki több levélben küldte el az ötleteit. Kezdjük András alkotásaival, egy blogban egy csákány, szeretitek megcsinálni, ilyenből többet is kaptam. Aztán egy farmer, aztán egy másik klasszikus, egy szörny fejébe valamilyen fegyver vagy eszköz, a szegény creeper. Aztán egy álló lámpa, nagy harcosok, nem ismerem a fejek tulajdonosait, ötletes, hogy így egy effekttel összekombinálta, ott a háttérben meg mi a túró van? Na mindegy, nagy harcosok, tábortűz, mintha Kenny csinált volna, illetve tudom, hogy Kenny csinált tábortűzet, nem tudom, hogy az alapján, hogy annak a másolata, hát ha annak a másolata, akkor hát annyira nem szép, mert ezt nem Kenny küldte, úgyhogy ez nem saját ötlet, de ettől függetlenül kitalálhatta magától is. Hát ezt nem tudom, ide érdekes. Ez egy ilyen mini vasgólem. Aztán Assassin Mester alkotásai, ruhaszárító, nagyon poén, látványos. Igen, megint a blogban valamilyen fegyver vagy eszköz. Igen, itt már a szegény creepernek a teste sincs meg. Aztán CZ alkotása, egy festő. Tök jó. Csak az fura benne, hogy ilyen furán tartja azt az ecsetet. Nem vagyok festő, nem tudom, de kicsit fura. Aztán Hardcore Pro alkotása, megint egy lefejezett szörny. Ez jó, tortában benne van a lapát, ez tetszik. Aztán JDZ alkotása, hát itt az úgy néz ki, mintha levágtam volna Kenny kezeit. Ja, de ott is ír, jó, hogy figyelek. Á, levágták a kezem. De miért csak a kezét? Koriz alkotásai. Hát az oké, hogy nálam command block van, de hogy Csabi nyonár répa van, az fura. Biztos cseréltek Andival, meg kapott tőle virágot. Kicsit olyan, mint hogyha ő lenne a gyerekünk. Ez egy oroszlán, meg egy kutya gyereke, egy malac, az konkrét. Oké, hát szerintem ezt a videót nem mutatom meg Esztinek. Hát Oké, Kenry, meg egy lány, nem tudom, hogy valakinek a skinje, vagy csak úgy egy lány skin. És én meg ott az ágyon, oké, csak megint olyan, mint hogy én vagyok a gyerekük, na nem már. Az konkrét, tehát hogy Kenry, tehát a fiatalabb az apám nálam. Aztán megint a Dogi Andis család, horgászok a fiammal, a kis malaccal. Mondjuk nem tudom, mit várt, tehát a hanymás babot nem lehet így kifogni, ez nem úszik a tengerben. Családi vacsora, hatalmas fakanalakkal. Bolyén. Itt gépeznek. Jaj. Felnőttem, és nem tudom, apu rossz volt. Aztán Obi-Obi Minecraft alkotása, keresztbe tett kard, nem látom, és kicsit olyan... Az arányokat nézem, hogy mintha hosszabb lenne a kart prengéjen. Érdekes. Aztán 5-1-3 Robi. Hát egy szegény megölt ember. Ott van a fában a kard. Biztos ez a gyilkos fegyver. Tamás alkotása. Igen, az eszköz a blogban. Illetve fatörzsben. Craft asztalon a tárgyak. Azt néztem, hogy olyan fekete tégla, de biztos azért, mert nem kap fényt az armor stand. Ezt tetszik a legjobban, tehát ment az ő alkotásai közül, ez az akvárium, nagyon ötletes. Hát ezt gondolom, hogy fagyi akar lenni. Kicsit fura ugye a hopper miatt, hogy a... Tehát egy... De egyébként jó. Aztán egy almafa. És tök jó. Tünde alkotása, hát Steve lerúgja a klónját a falról.
Azt hiszem, a háttérben ott meg karok, meg gombok vannak. Érdekes. Winkeer alkotása, minthogyha... Ez biztos az ő skinje, csak olyan fura, hogy ilyen kockás, meg narancssárga, mintha az enyém lenne, csak befeketítve a feje. Szóval itt úgy látszik, kép harcolni akar velem. Aztán vaka-vaka alkotása egy nem tudom mi, de nagyon jól néz ki, hogy ilyen kör. Nagyon látványos. Egy gyűrű, vagy nem tudom, csillagkapu. A végére már csak egy videó maradt, azt is bevágom. Ezt is András küldte, csak így a végére hagytam. Egy ilyen bányászó kis zombi. Na, akkor ezzel a bányászó kis zombival... Nem, ezzel a fatörzsel búcsúzok. Nagyon köszönöm az alkotásokat, nagyon látványosak voltak, de hát ugye erről szól ez az Almost Endes dolog, úgyhogy miért ne lettek volna látványosak? Meg ötletesek voltak. Hasonló ilyen akció, vagy micsoda, még az a könyves hátra van, most gyorsan megnézem, tényleg gyors leszek. Abból csak 5-öt kaptam, úgyhogy azt szerintem még azzal még várok. Azért legalább egy 10, ha úgy összegyűlne, az már úgy szerintem bevállalható egy videóra. Úgyhogy azzal még várok, azzal lehet küldözgetni. A másik fatörzsre kattintva nézhetitek meg azt a videót, ahol ezt a könyvlapozgatós dolgot mutattam. Az elsőre ott meg a páncélállványos még mindig, a második rész az a látványosabb, az első rész az inkább tutoriálosabb. Úgyhogy várom az alkotásokat, a kézikönyv óvjon.